benneteket, Pergéme Norbert vagyok. Itt áll mellettem Ambrusék, a szervető megálmodója. Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. A szervető egy fantázia név, magyar grammatikai bravúr is, hiszen a szernek az elhintését jelenti, ami egy ilyen közös gondolatot, közös kultúrára való ihletet jelent. Akár a magyar szavakat nézzük, amiben szerepel a szer, a szerkezet, szervezet, szeretet. Tehát egy összehangol, összekapcsol, és úgy gondolom, hogy a ruháinkra is jellemző az, mivel Kárpát-medencei motivumokat dolgozunk fel, hogy az összefogást jelképezi, illetve az összetartozást jelképezi a magyarság körében. Szeretném kérdezni tőled, hogy milyen minták vannak ezek a ruhán? Mi számos motívumot, hímzést, honfoglaláskori leletet feldolgozunk ruhákon. Voltak évek, amikor a jászságit, a buzsákit, a kalocsait vettük sorjában, kalotaszegi, illetve torockai is szerepel a motívumok között. Egy téli ruha, jászsági hímzés díszíti. Ezek mind egyedi tervezésű ruhák. Ez egy szűrhímzéses piképóló, ezzel a magyar trikolorral. Koktélruha, ókalocsai hímzése, mert eredetileg a kalocsai az ugye egyszínű fehérrel volt hímezve. Ez egy Hódmezővásárhelyi hímzés, ami díszíti ezt a kislányruhát, ilyen kis pörgős kislányruha. Hoztam még egy téli tunikát, ami szintén egy matyó hímzés. De hát ezen kívül találhatunk kalocsai hímzést is, tehát ami elterjedt ugye a köztudatban, és ugye hungarikum, ugyanúgy, ahogy a matyó hímzés is. Itt a jászsági táska, ugye a pólóval jár együtt, illetve a ruhához is. Voltunk a Folkhouse-ba, Zürichbe. Köszönöm szépen!